Győztetek 2-0 a Paks ellen, ezen túl kettesével rugod majd mindig a gólokat? Hát ha a Fradi ellen is duplázni tudok, akkor tényleg nagyon boldog leszek, most is nagyon örülök. Igen, nem tudok mit mondani, nagyon boldog vagyok. Kívülről úgy tűnt, mintha a Loki meccshez hasonlóan ez is elég sima lett volna, ez belülről is így tűnt? Nem, én személy szerint úgy éreztem, hogy tompa volt azért egy kicsit a csapat. Sikerült azért, jót tett az, hogy hamar rúgtunk egy gólt, utána tudtunk nyugodtan játszani. De a Paks ellen, én ugye ott játszottam 2 évet, tudom, hogy milyen játékstílus van, meg azért játszottam azért többször ellenük, ők egy ilyen nyugodtabb, lelassult játékot játszanak, amiben könnyen belealszik az ellenfél. Megvoltak a lehetőségeink, első fél időben azokat nem sikerült sajnos berúgni, de másik fél időben én úgy gondolom, hogy eldönt, amikor sikerült gólt rúgnom, akkor azzal eldőlt a meccs, onnantól ez nem volt sanszuk. Mi volt egyébként a titok, hogy mégis nyerni tudtatok? Mi szerintem koncentráltak voltunk az elején, nem sikerült mindent berúgni, de azért sok helyzetből 2 bement, így azért egy magabiztos győzelem volt. Ugye nagyon lendületbe jött a csapat, jól jön most szerinted ez a szünet, vagy inkább mennél tovább és rúgnád duplával a gólokat? Hát én örülök ennek a szünetnek, most azért kemény volt ez az időszak, több meccs volt, mondjuk én hétközben pont nem játszottam az MTK ellen, de azért keményen edzettünk, meg készültünk, meg dolgoztunk. Most lesz egy 3 nap szünetünk utána, pedig lesz egy hónap, a 7 meccs van, ha jól tudom, hátra. Egy hónap alatt ez az elég húzós lesz, most mindenki fel tud töltődni, pihenni tud.